Öten a lépcső, álltunk öten. Apám, anyám, Es, akkoriban udvaroltam, Esnek udvaroltam, akivel akkoriban izzon szerettük egymást, szerelmesek voltunk. Es anyja, a lépcső tetején álltunk, és én. Nemrég búcsút elköszöntünk Es anyjától, elkísérte a ballagásra, de tovább már nem tudott. Egy osztályban végeztünk Essel, a lépcső a nagy vásártér gyomrába. Épp érkeztünk, öltöny, kosztüm, ünneplőben, egy tűrhető, jobb hiány helyet kerestünk kávézót. Anyám az első lépcsőfokra, de elkínzottan oldalra pislantva látta, pislantott bizonytalanul az első fok. Ám látta, nem követi senki. Megáll lehorgasztotta, hajtja a fejét, csüggesztette. Engedelmesen várt, megadón, de kínlódva engedelmesen. Ekkorra már előre haladott, súlyos alkoholfüggő, nyugtatózta is, erős nyugtatóra ivott töményet, szedukszánra, eunoktinra ivott rumot, orvos fel tud bármilyen gyógyszert fel tud írni magának. Feküdt mindig valamely város környéki elvonó, ezért ritka páratlan esemény ez a mostani, eljött egy ünnepemre. Felpüffett vizes ábrázat, valaha tényleg éterien csodaszép arca, mongoloid vonásai lettek, a száj szederjes, dagat, a szem hunyorog, és agyon tömött, pakolt retiküljébe kapaszkodott szinte. Meggörnyedve sután jár, biceg, ugrándozott, vonszolta magát pipaszár lábai, ferdén taposta a fekete topánokat, úgy húzza őket maga után egy kefét. A kis pókhasa, ki az izmai fala egy balesetben, zuhanásban, villamos alá, megsérültek, bénultak, a has nyúlt ki, dudorodott, merett előre, amennyire csak a bőr engedte. Ettől fogva, mintha örökké terhes. A fehér koszos, koszfehér, a blúza lógott rajta, testén, mint egy torz, kuszavázon, púpos, néhol lazán elernyed, lifeg, hol kifeszült. Akkor már kilenc év elvált külön, de apám a lelke legmélyén, a lélek, mégis anyám igazán megsebezte, rabja volt, mindig a rabja volt. Döbbenten látta most, anyám már hol, gyorsan épül le, elborzod, fölkavarta őt. Még együtt kezdték el az egyetem. Nagy ambíciók, ígéretes személyszorvos, anyám, még lejjebb, lejjebb, utolsó klinikájáról, munkahely, fegyelmi eljárás, kirúgják, csapják, elzavarták. Merev részeg és be maga alá vizelt betegvizsgálat alatt. Apám főorvos, neurológus főorvos lett, ként dolgozott még a lépcső tetején docens, de csak címzetes. Váltott cseréltek es anyjával párk halk, bizalmas, megértő kollegiális szavakat, és nem mozdulnak. Apám tétován mosolygott, műszálas, szürke kék konfekció öltönyei egy ilyet viselte, hátán olcsó zakó, megvetemedett, feszül, még kiszalonnásodva fénylik. Ez sem simíthatja el ki, ő rá ezek a, az ilyen kis szegény gyűrődések vigyáztak. Ide az arcát, szomorúság bújkált, kisfiús bizonytalan volt, leplezi, próbálta, egyként sértett és ijedtség, mintha régen valamikor valaki megbántották. Udvarias, szórakozottan, tűnődve hümmögött lefelé, es anyja lábai elé, gépies biccentések, bólogatva a földre, hosszakat, hosszúkat pislog, érti, amit a nő neki mond, részt vesz a társalgásban majd kiürül, vissza, fölnézett az arcra, majd nem látón, már közben es anyján lefelé bucskázik, lépkedett, lépkedett, téved le a tekintete, csorog, hullik. Először finom légies puha gyöncsort a pihés sápat nyakon érinti, blézer varratát meltű a hajtókán, farkas szemet. Itt megállt, szorongva fürkészni kezdte a tű környékét, habozva fél, aztán nem bírja, nem bírja, belebámult a brosba, és onnantól már az suttog, beszélt hozzá. Kis idő után majd megrezzen, lehelet, alig észrevehetően bólintott, nem baj. A nézése leesett a földre, töprengve követte, követni kezdte, egy vonal vágott a szélét, végig siklott. Egy elnyújtott seb, az aszfalton furcsa vágások kövön, átólálkodik, merészkedett rajta, peremén, és beleütközött anyám, megnyomorodott bokájába. Nézés ott megvak torpant, tanácstalan imbolyog, átsorgott egy idő ideig áll, visszafordult, kénytelen mégis, egyszer csak hátra se néz, akaratlan hozzáér a bokához. Apám pislogott egyet hanem lehunta a szemét újra es anyjára vissza, aki fiatalabb nő. Kijelentette sajnálkozását fejezte ki, kitüntetésben részesült, nem jöhet velünk, nem jön tovább velünk, várja őt a genetika professzora volt az egyik legalacsonyabb életkorban az országban, ezt a címet elnyerte. Búcsút vettünk tőle, el, lefelé a lépcsőn, elindulunk. Anyám erőködve, zökkenések, zöttyenve lépkedett le, meredek létre, táskáját markolta, egy zörgő, kátrány, moslékos vödör, lassan, alá lépdel, összeszorított száj, üres, szögmerev koncentrálva, csak a lábaira következő döccenésre. És ekkor, apám, lefolytatott beszélgetés, pár szó maradéka, uszadékként kihunyt, a mosolya már kialudt, de még cipelte, felocsúdott, finoman, váratlan, és akkor számon kért. Fiam, miért nem mondtad eddig, még nekem eddig, hogy es, es édesanyja, professzor? Anyám, nem láttam, szemem sarkából gúny, elfintorodott, átsuhant arcán, én megvilágosodom. Világosság támadt. Gúny fertőzte, rángott végig az arcát, és lecsapok rá karvajként, metsző visszamartam. Miért? Más, akkor másképp beszéltél volna vele? Apám nyakig elvörösödött, fülig, nyakig leforrázva a zavarában. Nem, nem, dehogy, kisfiam. Elhallgat. Anyám keserűen, diadalittasan, hálával rám, áhítva némán. Ez szép volt, ügyes. Vihogó, a koszos rongyaiban rám vicsorított a fekete fogait. Verdes, végül csak az enyém lettél és már távozott, nincs. És most mind itt vagytok megírva. Bocsássatok meg nekem, bocsássatok meg. Jelen jövő.